meg fogom kísérelni azt, amire már régóta vágyok, gyerekkoromban a fürdőkádból milyen fejest ugrani. Eddig csak strandon tehettem meg, álló feszített víztükörre. Na most ez is majdnem olyan, mint a feszített víztükör, de most a hajó csúcs sebességével próbálom ezt mindezt megtenni, a folyás irányjal ellentétesen. Megpróbálom azt, hogy még szinte senki, remélem fájni fog. Kiállok a dobálok. Nem csináltam még ilyet. Finoman, és... Tomi, még egyszer! Lábam beakadt, mellkasom szétszakadt. Nem érzem túl jól magam. Azt hiszem, nem próbálom meg még egyszer. Nem érkeztünk meg Visegrádra. Még a cicim rendesen. Vagy lehet a háttérben? Vagy beszéljek arról, hogy most megpróbáljuk vízisíve bevenni a visegrádi várat. Melyik verzió legyen, minyukám? Az van, megérkeztünk Visegrádra. Üzemanyagunk 30%-át már elfogyasztottuk. Most pedig megpróbáljuk vízisível bevenni a várat. Ruhát! Most! A vízisíhez tartozik egy darab neoprén ruha. Melyet? Hátul cipszározós verzióban kell testünkre valahogy felvenni, venni fel. Ne segítsd, Tomi! Menni fog, majd pont a te segítségnek kell, nem? Továbbá, talán könnyebb, hogyha vizes. Ezt most így megállapíthatom, és ki is jelentem egyben. Bár oly sokszor nem volt még rajtam ilyen technikai ruházat. Mellény, hopszla, megvan ez is. Azt még én laikus is megállapíthatom, hogy napszemüveg most nem kell, tám felesleges. Hanyagolhatjuk a parfümöt és az arcpakolást. Nem vízisíztem még, most viszont annál jobban szeretnék. Továbbá, ha már vízisí, akkor a síeléshez is kell egy pár lét. Megkeressük. Hadd nekem szépen. Nekem a léceimet. Az az evező. De azt arra rakom, hogy megyen. Ja? Festői környezet. Mi kedves Évi megtalálja a léceket. Igen. Biztos, hogy kell. Léc egy. Hoppá. Ha jó, hogy nem dobtad. Ezt jobban. Igen. Ezt is be fogom mutatni, hogy hogyan kell felhelyezni végtagunkra. Külön órán azt mondták, hogy jól összeszorított térd, semmi esetre sem nyújtott kéz, mert utána már nem tudunk korrigálni. Bemutatom a pozitúrát azoknak, akik még velem együtt nem csinálták, én sem tudom, hogy mi lesz pontosan, de igen, győződjünk meg róla, hogy a vár még a helyén. Jó? Igen? Tehát elmerülünk a vízben, lábak összeszorítva, kéz kinyújtva, és majd a víz lendülete kiemel minket. A sítalpak megúsztatnak minket majd a víz felszínén, valami ennyi. Hoppácska! Egy rövidke gondolat. Most megteszek egy rövidke vízi sítúrát, de utána elbeszélgetünk arról, hogy a folyami hajózásban
vajon mik is a közlekedési szabályok? Mert ám bár itt is vannak közlekedési szabályok, míg fölfelé jöttünk, találkoztunk egy bücsök nevű szárnyas hajóval, kettő valami kavicsot szállított, meg sporthajók jöttek, mentek, hát igen, azok tényleg jöttek, mentek. Ja, családosoknak készült a síléc, Gerkőc anya, ha kis lába van, tehát nem 40-es fölötti lába van a kedves várunknak, akkor nyugodtan vihetjük őket egy jaffa között. De ez majd a következőkben lészen bemutatva, hogyan lehet kivitelezni. Ráros! Karamell, vanília, mogyoró, csokoládé. De a víz se rossz. Filip, csak hideg. Bolygónk 80%-át víz borítja. No, elközelítsed már, ahogy földünk ettem. Ivókíz készletét. Ivóvíz, földünk ivóvíz készletének 1/5-ét a Bajkál tó raktározza. Ugye elsírja magát Tomi. Miért? Hát az a helyzet, hogy
Gugyú. Kisgyerek. Június 30-ánál tartok most így hirtelen. És nem tetszik Minyu passzivitása ebben a 10 percben. Hogy miért ne forgassuk le azt, hogy a medencében mindenféle fények villognak, és onnan is végig lehet nézni egy ilyen divatshow-t, egy ilyen... Jaj, várjál! Xéni telefonált nekem tegnap, kapott megbízást. No, tehát kapott a Xénival megbízást valami magazintól, és próba bábúkkal kell minél absztraktabb és morbidabb helyzeteket teremteni. És felhívott és mondta, hogy jó lenne, ha elnéznék erre a dologra, mert nem találnak senkit, aki tudna ilyen lehetetlen helyzetet így mondani. Hát úgy érzem, ha otthon összedugom édesanyámmal a fejünket, akkor elég durva lesz, és morbid, ami onnan születik. Ennyi röviden. Igazából itt szerintem hatalmas ötletek szerintem, totál lesz minden zenét, hatalmas sötétség. Jön majd a lámpás csávó és elmondja, hogy mit fog tudni csinálni a lámpával. Tehát sötétít, színeken vonultatják a vizet, elsötítik teljesen a vizet, mint a fekete lenne, mint az olaj, érted? Olyat tud vele csinálni, és ezt össze tudjuk hangolni valahogy idézőjelesen zenével, úgyhogy elindul a zene, és nem lesz komplet sztori, hanem kijön, körben az ember, eldobja valahol a bundát, visszajön ide, beáll, bemegy oda, kijön a következő ember, ezt így mind végig fogják sasolni. Tehát mert egy kör bunda, egy kör erőt, egy kör bikini. Hogy? Milyen zene fog alapra szólni, és ki fogja ezt szolgáltatni? Ez most egy ilyen konkrét kérdés? Például. Nem jó. Fogalmam sincs. Ma ott folytatjuk, hogy itt vagyunk a Balassagyarmati Városi Strandfürdőn, és az éjszaka leplével véghez viszünk egy bikini és egy fashion show-t. Benne leszek, esküszöm, benne leszek. Amit a nagy medence körül fogunk bemutatni. Mégpedig len úgy, hatalmas sötétség, a lámpák a víz alatt, nem felett, víz alatt, lézer a napozó teraszról, ami majd a kellő pillanatban fénycsóvá teresz a víztükör tetejére, és ebben a pillanatban hatalmas ováció, ugye, az lesz, bízunk benne. Ja, bocs, csak elkalandoztam a ciprusi fiúkkal. Na már megint, látod, nem véletlen volt a gépházmester. Féle aggodalmam. Nem csak olyan, azt mondta nekem, hogy I love you, hát de nem édes. De ilyet nekem te soha nem mondtad. Biztos neked mondta? Nekem mondta, mert rám nézett. Lehet, hogy a ruhám miatt? Jó. Azt hiszem, megsértődtem. Nem, megint itt magyar. Igen.
Az van, hogy most megpróbáljuk összeszedni magunkat, csinálunk egy rögtönzött forgatókönyvet, és teljesen hazavágjuk itt a közönséget. De milyen kocsiról beszéltél? Arról a 72-es Mercedes, nem, SL Cabrio-ról. Amerikai cukor. Gyere! Ime egy kedves vendégünk. Igen. Balázs. Kedves Balázs. Igen. Kérdez. Hogy érinted? Lesz még itt a mai nap folyamán valami hatalmas dörrenés? Nem, igen. Amiről későbbiekben lesz, miről beszélni? Persze, az emberek nagy része most kezd el zuhanyozni. Zuhanyozni? Zuhanyozni, igen, otthon készülődni, ez a 8 óra 10 perc, ez pont aktuális. Zuhanyozni, fogmosás, hajmosás, pedikűr, manikűr, és utána indulnak. Jó idő van, úgyhogy jönni fognak, jönni kell. Mindenünk van, víz alatti világítás, lézer, felhőpászta, csak a sötét kell. Elméből van gazdagon, persze csak sötét. Na, hol tartunk, uraim? Tudtok valamit mondani ezekről a lámpákról? Ilyen röviden tömörön. Dokfilmszerűen. Amerikai? Amerikai. Már megint ez az Amerika. Melegem van ebben az angyal szárnyban. Úgy nézek ki, mint egy... Tehát a reggel után... Lökhetem? Tehát a reggel után ezt az időt... Összetetjük a két kezünket. Össze is teszem? Délután volt az egy kis ijesztés. Igen, igen, elég nagy stressz. És megyek, és az Ádival még fotózkodunk egyet. Az az izompóló? Aha, azt a kemény hátat figyeld.